Kihalászni szokta, 2 héttel ezelőtt azonban maga a petkalóz dobta be a petpalackot a Tiszába Tivadarnál. Nem egy hétköznapi darabról volt azonban szó, abba ugyanis egy jeladót rejtettek, amivel a hulladék mozgását tudták nyomon követni. Már az elmúlt években is próbálkoztak hasonló módszerrel, a legtöbb tapasztalatot azonban ezzel a legutóbbi kísérlettel tudták begyűjteni. A mostani alkalommal hatalmas utat tett meg a január 7-én elengedett palack, ezt Tivadarnál bocsátottuk az áradó tiszta vizébe, és egy hét leforgása alatt eljutott Kisköréig, ami körülbelül 300 kilométeres távot jelent. Úgyhogy ilyen hosszú utat világviszonylatban is ritkán, kevés alkalommal tudtak dokumentálni. Mert hogy nyilvánvalóan más országokban is kutatják a folyami hulladéknak a viselkedését. A megjelölt PET palackot a kiskörei dúzasztógát terelte ki, azt a kötivizik szakemberei emelték ki a Tiszából. Egy gyors elemzés és elemcsere után ismét útjára bocsátották a vízlépcső déli, alvízi oldalán, így a kísérlet tovább folytatódik. Az önkéntesek és a vízügyi szakemberek ezekben a hetekben több energiát tudnak fordítani a hulladék mozgás feltérképezésére. A fagyos időjárás miatt ugyanis most mérsékelt a sodrás. A nagyobb mentesítési feladatok a tél végeztével kezdődnek majd. Várható, hogy márciusban az olvadások idején újabb árvíz érkezik Magyarországra is, és hát nyilván ez egy kiszámíthatatlan dolog. Nagyban múlik az esőzésektől is, úgyhogy mi úgy készülünk, hogy folyamatosan rendelkezésre álljon egy gyors reagálású folyómentő csapat, hogyha kapjuk az értesítést a Felső-Tisza vidékéről, vagy a Közép-Tisza vidékéről, akkor mi is azonnal tudjunk indulni. Nagyon jó az együttműködés a két vízüggyel, és ilyenkor az általuk a vízről letermelt hulladékot mi segítünk szelektálni, ami azt jelenti, hogy elsődlegesen mi a PET palackokat próbáljuk kimenteni. A PET kupa szakemberei a különböző hulladékgazdálkodó szervek segítségével válogatják a PET palackokat, amelyeknek nagyjából felét újrahasznosítják.